Nagyon sokszor hallottam már, amikor az utcán megállítanak, hogy Ferike, négy csivasz, mert egy kemény dobozos Malbi! Az, hogy ilyen emberekkel ilyen filmbe szerepelni, hát ez hihetetlen volt. És az volt a durva, tehát tényleg ebben a filmben a Ferinek az volt az óriási nagy tehetsége, vagy képessége, vagy meglátása, hogy abszolút amatőr embereket úgy tudott berakni magyarországi klasszis színészek mellé, hogy úgy működtek együtt, mint hogyha világéletükbe együtt dolgoztak volna. Sziasztok, kértek Csánti! Ugye a szereplő válogatást azt a Horánszky utcai, vagy Makarenko utcai műterembe, ami ott a Rajko lesznél volt, tényleg olyan volt, mint egy ilyen felvételi. A Balesti nagyon korán megvolt, tehát a Balestér mi oda voltunk. Ez gúz. Kicsit. Nem, ez nem volt egy tudatos dolog, hogy most én vagyok itt a csaj, meg nem is foglalkoztam ezzel. Inkább azzal foglalkoztam, hogy azok a fiúk, a Simon, meg a Vili, csatlós Vili, ők valami egészen másképp viszonyultak ehhez az egész filmhez. Tulajdonképpen irigyeltem őket azért a lazaságért, ami nagyon jól is jött a filmben. Nagyon szerettem volna felvenni ezt a ritmust, amit ők képviseltek. Lemegyünk a Balcsira, én megveszem a Siótúrt, de megveszem Siófokon, meg Földváron. Akkor, amikor írtuk a forgatókönyvet, akkor már tudtuk, hogy mennyire fontos ez a 89, és pont annak a megmutatás, hogy akkor viszont, amikor mi benne éltünk, akkor egyáltalán nem tűnt fontosnak. Tehát olyan volt, mint minden július, vagy mint minden vasárnap, vagy mint minden péntek este. Tehát, és hát amikor a filmet csináltuk már 2000 környéken, amikor fejeztük be a sulit, akkor meg már tudtuk, hogy akkor mi történt. És hogy valószínűleg az a 89 az egy olyan történelmi fordulópont, ami 100-200 év múlva is fontos lesz.